Ebből a fiatal nyúlból most egy nyúlpaprikást fogunk készíteni, amihez feldarabolom a nyulat. A nyúlpaprikás az a nyulat, ugyanúgy először nagy részeire szedem szét, és apró darabokra fogom, viszonylag apró darabokra fogom összevágni, mert ugye ez egy pörköltes, szaftos étel, és kicsit bizarrul néz neki a tányérunkon egy egész comb, vagy egy egész nagy gerinc. A daraboláshoz itt is lehetőleg jó éles kést használjunk. Levágtam a két lapockát, az első combokat, levágom most a hátsó combot. Jön a nyúlnak a hasa, alja, részi, húsos. Ugyanúgy levágom az oldalast a csontok mellett. Megfordítjuk. Nekem most könnyű dolgom van, mert ez egy fiatal nyúl, de hogyha önök egy boltba vásárolják a nyulat és nem tudnak hozzájutni a fiatal nyúlhoz, nyugodtan lehet bárddal vagy ilyen nagyobb csapókéssel vágni a nyulat, mert egyszerűbb lesz. Levágtam a nyakát, most leszedem a veséjét, mert azt külön fogjuk megfőzni. Ismét átnézem, nem maradt benne valami nem odaillő dolog a nyusziba, ne érjen bennünket meglepetés. Úgy, levágom itt a hátsó részét. Ez ilyekkora darabokra már jó. És végig ekkor nagy darabokra fogom felvágni a gerinc részét is. Akinek nem megy így, az megnézi itt a gerincénél, látja, hogy hol vannak a porcos részek, rávág a késre, késsel megtöri, és már meg is van. Vagyunk. Az oldalast kettőbe vágjuk el, nem kell kisebbekre. Ezt a húsos részt ezt elvágom háromba. Így. Az első combot is megkeresem, hol van a csontnak a forgója. Oda rakom a kést, megnyomom. És már el is jött. És ezt is elég kettőbe elvágni, mert mint mondottam, fiatal nyúl, nem nagy. Így. A combnál ezt a húsos részt levágom, mert hogyha úgy akarnám ketté vágni, akkor az nagyon vastag lenne, és az gusztustalan egy kicsit a tányérunkba. Itt is elvágom a forgónál. Meg is vagyunk a nyúl darabolásával, lehet feltenni, főni a paprikásunkat. Az egy egész nyúlhoz, amit összevágtunk paprikásnak, négy, három, hogyha a nagyobb, akkor három fej, a kisebb 4-5 fej hagymát összevágunk kockára. Feltesszük, majd zsiradékban megfonyasztjuk a hagymát. Ugyanúgy tesszük fel a nyúlpaprikásunkat, mint egy hagyományos pörköltet. Annyi a különbség, hogy kevesebb fűszerpaprikát teszünk bele, és a legvégén, mikor már majdnem puha a hús, akkor egy tejfölös habarással behabarjuk az egészet. Ettől lesz finom a nyúlpaprikásunk. A nyúlpaprikás főzhetjük olajjal, ugyanúgy olivával, napraforgóval vagy repcével, kinek ízlése szerint, de lehet zsírral is, de általában olajjal szoktuk a nyulat főzni, mert zsírral nagyon nem jó íze van. Feldarabolt hagymát feltesszük a tűzhelyre, és nagy lángon üvegesre pároljuk.
hogy ez egy fiatal nyúl, ennek 15-20 perc bőven elég lesz ahhoz, hogy megpuhuljon. És mint ahogy mondtam el, te mielőtt készrepül, tejfölös habarással besűrítjük majd a szaftját. És azzal főzzük teljesen készre. Hagymán kellőképpen megpirult, lekapcsoljuk alatta addig a lángot, amíg beletesszük a fűszerpaprikát. Ez azért szükséges, hogy ne égjen meg a fűszerpaprikánk, akkor beletesszük a zsiradékba, mert keserű lesz az étel. Ennyi elég. Tettünk bele egy jó kanállal, meg egy kicsivel, elkeverjük, hogy kioldódjon a zsiradékban. Paprika szép színe. Öntünk egy kis vizet. És vissza gyújtjuk a gázt nagy lángon alá, és kicsit visszaforraljuk, és egy jó sűrű pörkölt alapunk lesz ebből. És erre fogjuk ráhelyezni majd a darabolt nyulat. Ez pár perc, és mindjárt mehet is rá a nyúl. Ráhelyezzük az összevágott nyúl darabokat. Vegyessen. Annyi, hogy a vesét, azt majd csak a legvégén tesszük bele, mivel hogy az a belsőség, teljesen széjjel föl, nem ire a csontos hús megföl. Félre tesszük, elkeverjük. Levesszük most már a lángot a tartalékra alatta, nem kell nagy lángon, teszünk rá sót. És őrölt borsot. És szép lassan készre főzzük. A nyúlunk már annyira megpuhult, bele tudjuk rakni a veséket. Keverjük. Elkészítjük a tejfölös habarást, amihez egy egész pohár tejfölt kiöntünk egy edénybe. Elkeverjük habverővel simára. Öntünk hozzá egy csészényi vizet, egy másfél deci vizet körülbelül. Elkeverjük ezt is simára. És teszünk hozzá két evőkanál lisztet. És csomómentesre elkeverjük a tejfölt. Még öntünk hozzá egy kis vizet. Bele tudjuk önteni rendesen. És lekapcsoljuk a nyúl alatt a gázt. Elkeverjük a vesőket. Ha nem zárjuk el, és úgy öntjük bele a tejfölt, akkor a tejfölünk kicsapódik, és csúnya, szemcsés lesz a habarás. Beleöntjük, kevergetjük közben folyamatosan. Mindenhova jusson belőle. Így. Az összeset bele. Öntjük. Félre tesszük, ez már nem kell. És még elkeverjük még a maradék habarást. Elkevertük, akkor a gázt ismét tartalékra vesszük, és alágyújtunk, és szép lassan kiforraljuk készre a nyúlpaprikásunkat, hogy a lisztnek az íze
elmenjen, és csak a finom paprikás íz maradjon. A behabart nyúlpaprikásunkat 2-3 percig forraltuk, kellőképpen besűrűsödött a szaftja, lekapcsoljuk a gázról, félretesszük, és az elkészült nyúlpaprikásunkat levesszük a tűzről, fogunk egy leveses tálat, és kiszedjük, ügyelve arra, hogy egyformán jusson a húsos részből is, és a csontosból is mindenhova egyformán tálba legyen mindegyikből. Elünk rá még egy kis szaftot. Megszórjuk petrezselyem zölddel. Nyúlpaprikáshoz lehet galuskát adni, főtt tésztát, tarhonyát, kinek ízlése szerint. Jó étvágyat kívánunk hozzá!